Kedves hallgatóság, mai utolsó előadásunk következik, ami a kvantum számítógépről fog szólni. Készültünk a végén egy kicsi demóval is, hogy hogyan lehet ezeket majd programozni. De először is miért érdekes ez a téma egyáltalán? Ez itt egy 2048 bites RSA kulcs, ami egy nagyon hosszú szám, ami két másik számnak a szorzata. A legtöbb mai titkosítás az arra a matematikai egyenlőtlenségre épül, hogy mi két számot összeszorozni nagyon gyorsan lehet, de egy összeszorozott számot kettő számnak a szorzatává szétszedni, az nagyon lassú. Az RSA-nak a biztonságát az adja, hogy ezt a számot szétszedni a prim tényezőire, az mai gépen iszonyatosan sokáig tart, tehát összemérhető a Föld keletkezése óta eltelt idővel. Nyilván ettől nem kell félni, hogy egyhamar ez meg fog törni, Moore törvény ide vagy oda. Viszont kvantum számítógéppel, ha valakinek lenne már működő, ami kellően nagy kapacitású, akkor ez másodpercek alatt végrehajtható feladat lenne, ami jól mutatja azt, hogy a kvantum számítógép egy nagyjából akkora ugrás lesz majd a mostani számítógépekhez képest, mint amilyen a mostani számítógép volt mondjuk az Abacushoz képest. Óriási számítástechnikai ugrás várható, ha egyszer ez valaha megjelenik. A prim tényezők az persze szép, de ennél sokkal gyakorlatibb haszna is van. Csak egyetlen említenék, az élelmiszer termelés. A növények ugye fotoszintézistől nőnek, aminek van egy limitáló tényezője, egy Rubesco nevű enzim, ami azért felel, hogy megkösse a szenet a levegőből a növénybe bele. És ez az a mondás, hogy egy enzim az másodpercenként néhány ezer reakciót katalizál, míg ez a Rubesco, ez egy nagyon-nagyon-nagyon lassú enzim, ez mondjuk kétlen nagyserenddel lassabban dolgozik, másodpercenként néhány darab reakciót katalizál csak. Ezért azt mondják, hogy ez a Rubesco nevű enzim, ez rajta van a kritikus ágon, hogyha ezt gyorsítjuk, akkor a fotoszintézis egésze tud majd gyorsabbá válni, vagyis mondjuk egy adott málnát kétszer olyan gyorsan lehet megtermeszteni, mint eddig. Márpedig ez ugye a jelenlegi minták szerint növekvő népességnél nem lesz egy elhanyagató probléma hamarosan. De vannak hasonló más területek is, ahol egy ilyen dolog jól jöhet. Ugye klímaváltozásnál megint csak egy olyan probléma van, hogy van egy molekula, amit keresünk, szeretnénk megkötni a légkőből a széndioxidot. Az ugye meg tudná oldani ezt a problémát, hogy nem tudunk leállni a széndioxid kibocsátásával. Ha meg tudnánk gazdaságosan kötni, akkor ez egy mérnöki megoldást jelentene mondjuk a széndioxid kibocsátásra. Megint csak az a probléma, hogy van egy molekula, amit keresünk, és nem tudjuk, hogy állítsuk elő. Ezekben a kvantum számítógép úgy segítene, hogy ő attól lesz gyors, hogy egyszerre tud nagyon sok mindent csinálni. Tehát a párhuzamosítása sokkal-sokkal nagyobb lesz, mint egy mai számítógépé. Ugye ma is mondjuk gyakran azt, hogy a számítógép ugye párhuzamosan több szállat hajt végre, de igazából az egy illúzió abban az értelemben, hogy egy processzormag egyszerre egy dolgot csinál. Tehát a számítógép attól tud több mindent csinálni egyszerre, mert több processzormag van benne. Miközben egy kvantum számítógépnek a fizikai természete olyan, hogy egy egység gyakorlatilag korlátlan mennyiségű dolgot tud egyszerre csinálni, és ez adja ezt az óriási sebességnövekedést. Tegyük föl, hogy megmondjuk a kvantum számítógépnek, hogy keressük azt a molekulát, ami a Rubescohoz hasonló tulajdonságokkal bír, csak sokkal gyorsabban működik, és ő azonnal lefuttatja ezt a szimulációt, Isten tudja hány példányban szimultán, akár milliárd-billiárd példányban egyszerre, és rögtön megmondja az eredményt, és nem kell arra várni, hogy ugyanaz a művelet sok-sok processzoron történjen meg, ugye mindegy processzor csak egy dolgot hajtva végre egyszerre. Tehát a kvantum attól lesz gyors, hogy nagyon sok mindent tud csinálni egyszerre egy magom. És mit teszi ezt lehetővé? Ennek a fizikája rendkívül bonyolult, viszont nálam okosabb emberek találtak egy jó hasonlatot, ahogy ezt el lehet magyarázni. Ezt kísérelném meg. Ez nem a teljes gépnek a működésére ad magyarázatot, csak az egyik részére, de talán már ez is meg fogja világítani, hogy ez mitől lesz ilyen erős. Amit látunk, ez egy vezeték, tegyük fel, hogy a részből van, és mennek rajta bitek, amik ugye elektromos impulzusok. Ami most átment, az egy 0 bit volt, ami meg most, az egy 1 bit, ugye fekete és fehér. Egy hagyományos számítógépben erre a vezetékre aztán kapuk vannak kötve, ugye úgy végez műveleteket, hogy belemennek a jelek kapukba, és megváltozva jönnek ki rajta. Ez egy NOT kapu, vagyis egy nem kapu, ez invertálja azt, ami belemegy egy fekete, kijön egy fehér, és vice versa. Ugye ilyen kapuk sorozatából van rengeteg a gépünkben, ugye ezek tranzisztorok, és ilyenből van Isten tudja mennyi benne, ettől lesz a gépünkből egy működő számítógép, ami a bemeneti jeleket, kimeneti jelekké transformálja. A kvantum számítógép erejét az adja, hogy van benne egy újfajta kapu, ami hagyományos gépben nincs. Ez a H kapu, vagy Hadamard kapu. Nézzük, hogy viselkedik ez a kapu, és aztán elmagyarázom, hogy mitől viselkedik úgy, ahogy viselkedik. Belemegy egy nulla bit, és azt látjuk, hogy néha kijön belőle egy 1, néha meg egy 0. Belemegy egy 1 bit, egy fehér,
és néha kijön egy fekete, vagy fehér, néha meg egy fekete. És ez alapján azt mondhatnánk, hogy hát nincs ebben semmi truváj, ez egy véletlenszerű kapu, belemegy valami, és aztán kijön egy random eredmény. Nézzük, mi történik, hogy kettő ilyet sorba kötünk egymással. Azt fogjuk tapasztalni, hogy belemegy egy fekete, és kijön belőle egy fekete. Miközben majd belemegy egy fehér, és kijön belőle egy fehér megint csak. Tehát valahogy az történik, hogy a kettő kapu egymás után kötve az első kapunak a véletlenszerű kimenetét azt visszafordítja, tehát mintha a véletlenszerű jelből a második kapu visszatudná állítani az eredeti állapotot. Ami ugye nem igazán értető, hogy működik. Hát próbáljuk megérteni, ugye mit csinál ilyenkor a derékmérnök ember, megnézi, mi van belül. Beteszünk a két kapu közé egy megfigyelő állomást, így megnézzük, hogy az első kapu mit csinál, hogy lehet az, hogy a második kapu az a véletlenszerűséget visszaállítja az első kapu után. Belemegy az elsőbe egy fekete, és azt figyeljük meg, hogy hát ahogy vártuk, az egy kapuból kijön megint a véletlenszerűség, de azt látjuk, hogy a második kapu, igen, tehát ugyanaz a véletlenszerűség jön ki az első kapuból, de azt látjuk, hogy most, hogy megfigyeljük középen, hogy mi történik belül, a második kapu megint csak véletlenszerű dolgot csinál. Tehát azáltal, hogy megfigyeljük a kettő kapu közötti ténykedést, megváltozott a rendszernek a kimenete. Tehát pusztán csak azért, mert lehallgatjuk a két kapunak a belsejét, már elveszett az a kedvező tulajdonság, hogy a második kapu az mindig visszaadta az elsőt. És most fog jönni a megfejtés. Ennek a nagyon furcsa viselkedésnek az a megfejtése, hogy a hadamard kapu egy olyan fizikai állapotba helyezi a részecskét, az elektront, a bitet, tök mindegy, ami rendes számítógépben nem figyelhető, meg nem áll elő sosem. Ezt úgy hívják, hogy szuperpozíció. Vagy lehet ködnek is fordítani. Hogyha belemegy egy fehér részecske egy hadamard kapuba, akkor kijön belőle egy olyan valami, egy olyan szuperpozíció, amiben a fehér részecskénk benne van fehér, meg fekete állapotában is. Figyeljétek meg a sorrendet, ugye először van a fehér, aztán a fekete. Hogyha belemegy egy fekete részecske a hadamard kapuba, akkor megint kijön egy szuperpozíció, de nézzétek meg a különbséget a két szuperpozíció között. A második kapu, ami ugye a feketét kapta bemenetként, az egy olyan szuperpozíciót csinál, amiben egy fehér és egy mínusz fekete van benne. Ezt a mínusz feketét azt úgy képzeljétek el, mint egy hullámot. Ugye a hullám az lehet fölfelé, meg lehet lefelé is. Mind a két esetben ugyanakkor a hullámnak az amplitúdója, csak az egyik esetben pozitív, a másikban negatív irányba. Tehát így képzeljétek el, hogy a második esetben az történt, hogy kijött egy fehér részecske, meg egy negatív fekete. És a paradox jelenségnek a magyarázata az az, hogy ha ez a szuperpozíció megtörtént, akkor rendkívül egyszerűen lehet utána matekozni vele. Tehát tegyük föl, hogy ugye belement az első kapuba egy fekete részecske, kijött egy olyan szuperpozíció, amiben benne van egy fehér, meg egy fekete is. Utána ez megy bele a másodikba, és a második pedig azt csinálja, hogy a szuperpozícióban lévő mind a két elemre ugyanazt a műveletet elvégzi, vagyis a szuperpozícióban lévő első fehérből lesz megint egy szuperpozíció, és a feketéből megint egy másik szuperpozíció. Tehát összesen az egésznek a kimenete egy olyan szuperpozíció, amiben négy dolog van benne. Ebből kettő zárójelezve. Itt már egyszerű válik ez egész kvantummechanika, mert ezzel tovább számolni már egy alsós is tudna, ugyanis a zárójelekkel úgy bánunk kell, hogy eltöröljük őket, tehát lényegtelen. És utána pedig azt látjuk, hogy van egy olyan szuperpozíciónk, egy olyan ködünk, amiben van egy fehér, egy fekete, egy fehér meg egy mínusz fekete. És nyilvánvalóan, hogy azt várnánk, a két fekete, tehát a pozitív meg a negatív fekete kioltja egymást. És a végén lesz egy olyan szuperpozíciónk, amiben csak fehér van. És hogyha ezt megfigyeljük, akkor nyilvánvalóan mindenképpen csak fehéret láthatunk. Tehát annak a furcsa jelenségnek, hogy a hadamard kapuból, ha egy van belőle, akkor mindig random részecske jön ki. Ha meg kettő van sorba kötve, és nem figyeljük meg a köztes állapotot, akkor mindig ugyanaz a szín jön ki, mint ami az elsőbe bement. Az az oka, hogy belül egy olyan dolog történik, ami egyébként nem történik sehol a számítógépben. Az első kapu kiszül magából egy szuperpozíciót, a második kapu ezt még tovább komplikálja, de az ilyen módon tovább komplikált szuperpozíció leegyszerűsíthető ugyanazzá a színné, mint ami az első kapuba bement. Na ez eddig marha komplex, de mi ennek az értelme? Hogy lesz ebből számítógép, meg gyors enzim, meg prímszám? Úgy, hogy a szuperpozíciót aztán föl lehet használni műveletek végzésére. Ugyanis, hogyha van egy szuperpozíciónk, benne van valahány darab részecske, és azokat beküldjük egy sima kapuba, egy logikai nem kapuba például, vagy szorkapuba, vagy amivel akarjuk, akkor az fog történni, hogy az a not kapu, az a szuperpozíció minden elemén egyszerre, egy időpillanatban fogja elvégezni a műveletet, amire ő hivatott volt.
Tehát most éppen kettő elemet láttok, de képzeljétek el, hogy csinálunk egy olyan szuperpozíciót, amiben benne van 1 milliárd darab molekulának a bináris leírása, egyszerre egy állapotban, és ezeket aztán végigzavarjuk egy szimulációs motoron. Az fog történni, hogy noha a szimulációs motorunk egy darab kapuból áll, amikor azon a kapunk keresztül halad az információs csomagunk, akkor a benne lévő összes elemre, mind a milliárd-billiárd elemre egyszerre fog megtörténni annak a kapunak a művelete. Így lehetséges az, hogyha csináltunk egy nagy szuperpozíciót, akkor utána azon úgy tudunk műveleteket végezni, hogy azok a műveletek egyszerre futnak le egy processzor magon, tök mindegy, hogy mennyi darab van benne. És ez fogja adni a kvantum számítógépnek az óriási erejét, összekombinálunk sok elemet, és utána egy időben elvégezzük rajta az általunk kívánt műveletet. Ha prímszámot akarunk felbontani, akkor egyszerre az összes lehetséges osztót ki fogja próbálni a gép. Ha molekulát keresünk, akkor minden lehetséges molekula jelöltre egyszerre elvégzi a szimulációt, ami megmondja, hogy az a jelölt az jó-e bármire. És így tovább. Az apró bőkkenő csak az, hogy az elméletben szuper, prototípus szintjén már működik, csak hogy a kvantum világ az egy rendkívül törékeny világ. Ugye az abszolút nulla az a mínusz 273 egész valamennyi környékén van, és ugye a kvantum mechanikában ugye alapvetően elemi részecskékkel, tehát mondjuk atomokkal, vagy akár szubatomi részecskékkel, elektronokkal, stb. Dolgozunk, és ha jól tudjuk, hogy a hő az nem más, mint a részecskéknek a rezgése. És hogyha van egy ilyen szuperpozíciónk, és abban a részecskék akár egy picikét is elkezdenek rezegni, akkor a szuperpozíció szétesik, olyan, mintha a gépünk az elfelejtette volna a memóriájának a tartalmát. Ezért aztán olyan hideg közegbe kell ezeket a kvantumgépeket tartani, ahol gyakorlatilag semmilyen mozgás nincsen. Az űr maga nem elég hideg ehhez, mert ugye a csillagok azok távolról mégis sugároznak valami picike fényt, és ez már önmagában annyira fölmelegíti az űrt, hogy már nem alkalmas kvantum számítások végzésére. Ezért aztán kvantum számítógépek az ismert univerzum leghidegebb pontjai, ahol mesterségesen hűtik ezeket le, gyakorlatilag az abszolút nullától egy hajszálnyival magasabb hőfokra. És ez csak egy challenge, egy kihívás a kvantum számítógép építése során. Van még sok másik, ezért aztán noha több cég is dolgozik rajta, a Google, a Microsoft, még egy páran nagyobb halak, ezért mégiscsak odáig jutottak, hogy már tudtak, azt hiszem a 15-öt már fölbontották 3x5-re. De ez még nagyon messze van attól, hogy 500 számjegyű számokat bontsanak prímekre, és egy kvantumgépnek a jóságát az adja meg, hogy hány qubit van benne. Tehát még egy hagyományos számítógépnél olyanokat nézünk, hogy mennyi benne a RAM, milyen a háttértár, milyen az órajelek processzornak, és így tovább. Addig a kvantumgépnél kb. Csak az egy dolog számít, hogy hány qubit van benne, mert az adja meg, hogy a szuperpozícióban hány elem lehet egyszerre. És az a mondás, hogy nagyjából 40-50 qubitnél van egy határ, hogyha valaki egy olyan gépet épít, ami mondjuk 40 qubittel rendelkezik, akkor érte a kvantum felsőbbrendűség határ, ez a kvantum supremacy. Onnantól van olyan gépe, ami minden más hagyományos gépnél gyorsabb. Most ott járunk, hogy ilyen 5 meg 8 meg ilyen kubitekkel szórakoznak, ami néhány tizedék millisekundumig tud működni. Jön. Most egy másik kihívás, hogy ha ezt tegyük fel, hogy megcsinálja mondjuk a Google vagy a Microsoft valahány éven belül, akkor jön a következő challenge, hogy szoftvert kell ráírni. Márpedig egészen másra kell kvantum számítógépre szoftvert írni, mint hagyományosra. Tehát elfelejthetjük azt, hogy itt majd szépen imperatív nyelvekben, C-sharp jelleggel jönnek egymás után az utasítások. Gyakorlatilag a kvantum állapotok azok mátrixok, és mátrixozásból van végtelen. És akkor egy kubit az egy gömbként ábrázolható, ami egy gömbhéjén egy pont, tehát 3 dimenzióval. 2 kubit az már itt a 8 dimenzióval, és nagyon gyorsan eljön az a pont, amikor már az ember egyszerűen nem érti észre, hogy mi történik. Mi, amikor a Márkkal készültünk erre a prezentációra, akkor nagyjából 1 hetet töltöttünk azzal, hogy elővettük a régi egyetemi jegyzeteinket, és nézegettük a Matrix szorzás alapjait, és azzal jutottunk odáig, hogy egy alapdemót be tudunk mutatni. Erre szoftvert írni az iszonyatosan nehéz lesz. Voltak ilyen beszélések, hogy nagyjából 1000 ember van most a világon, aki kompetens ebben a témában. Viszont cserébe, hogyha valaki ebbe beletanul, akkor gyakorlatilag végtelen pénzeket tud majd elkérni. Tehát, hogy megoldja a klímaváltozást az ő szoftverek is túlzással. Ezért aztán az a véleményünk, hogy érdemes ezzel most foglalkozni, hogy az agyát átalakítsa az ember addigra, mire ez ténylegesen eljön, mert nem lesz egy egyszerű feladat. És ezzel átadnám Márknak a szót, aki bemutat nekünk egy Q-sharpos programot, ami a Microsoft kvantum programozási nyelve. Mert tartod nekem? Tartom neked. Így jó? Aha. Na szóval, ezt nem akarok bezárni. Menjem oda a gombot. Szóval, itt látunk egy Q-sharpos programot, amit majd mindjárt le is futtatunk, és kicsit módosítunk benne, és akkor kipróbáljuk. A lényeg, hogy a Q-sharpos programok azok egyszerre Q-sharposak és C-sharposak is. Kell egy C-sharpos
rész, ami igazából futtatja a kúszárpos programot. Ezt úgy kell képzelni igazából ezt a kvantum számítógépet, mint egy videókártyát. Ez nem fogja leváltani a rendes számítógépeket, mert bizonyos dolgokban a normál számítógépek mindig is jobbak lesznek, mint a kvantum számítógépek. Tehát igazából úgy képzeljük el a ráprogramozás, mint hogyha egy videókártyára írnánk specifikus programot. Van egy normál programunk, ami után elindítja ezeket a kihívásokat a videókártyára, jelen esetben a kvantum számítógépre. Nekem itt nincsen kvantum számítógép a zsebemben, úgyhogy emulálni fogunk. Hál' Istennek összesen maximum 2 qubitig fogunk programozni, úgyhogy ezt kényelmesen fogjuk tudni itt emulálni a saját gépemben. Ha ennél sokkal följebb mennék, akkor a probléma nem. Majd itt is még látni fogjuk, hogy ez egy kicsi időbe telik azért, amire lefut az egész kódunk. Amúgy az érdekesség az emulálással kapcsolatban, hogy miért is az a 40 qubit, amit a Bálint mond. Úgy van, hogy 30 qubitig tudsz emulálni, a 30 qubitot tudsz emulálni 16 GB RAM-on. De ugyebár minden egyes qubit, lévén, hogy ugye, amit előbb mutogatott a Bálint, mindig kétszer akkora potenciális állapotban lehet. Ebből kifőleg, hogyha a 30 qubitunkhoz hozzáadunk, rakunk még egy qubitot, tehát 31-et, akkor már kétszer akkora RAM-ra van szükségünk. Tehát 32 giga, még egy, 64 giga, még egy, 128. 40 qubit, az 16 terabyte RAM. 50 qubit, az 16 petabyte RAM. Na itt kezdünk kifogyni itt a rendelkezésre álló, univerzumban rendelkezésre álló RAM-ból. Tehát így elég gyorsan eljutunk odáig határig, amíg így nem lehet többet emulálni. A lokális gépünk a 30-ig lehet, én most 2-ig fogok, úgyhogy ezzel most nem lesz problémánk. Átom ezt neked. Szóval, mit látunk? Ugye itt van egyszer egy, ez a driver, ez a C-sharpos driver. Itt összesen igazából annyit fogunk csinálni, hogy meghívjuk ezt a Q-sharpos programunkat. Itt ez a Q-sharpos Bell test programunk, ezt a Bell algoritmus fogjuk kipróbálni, ezt a Bell cuccot fogjuk kipróbálni, és itt lefuttatjuk ezzel a quantum szimulátor, amit itt létrehoztunk. Ennyit a C-sharpos kódról. Quantum kódunk, ugye ez fog itt lefutni, ez a Bell testünk, ami itt kicsit furcsa a szintaktikája. Ő azt mondja, hogy ez egy metódus, igazából ezt úgy kell elképzelni, mint egy static metód egy C-sharpos programban. Itt belül adhatjuk meg neki a paramétereit, hogyha vannak, jelen esetben most nincsen paraméterünk, illetve itt adjuk meg neki a kimenő paramétereknek a típusait. Itt 3 darab integert fogunk visszaadni. Ugye ezt egy szép C-sharpos vagy Java vagy hasonló kódban erre létrehoznak egy structure-t vagy egy objektumot, ilyen esetben ilyen a C-sharpban nincsen, úgyhogy itt ilyen szép tablókba tudjuk visszaadni, itt 3 darab intből állunk. Létre tudunk hozni, ugye C-sharp ugyebár a programunk, azokat szépen a változókat tudjuk így szerkezgetni. Na Q-sharpban nem. Q-sharpban minden változó immutable, szóval amit létrehoztunk egyszer, és adunk neki értéket, az, többet nem tudjuk változtatni. Szóval, ha akarunk változtatni valamit, akkor azokat ilyen meg kell jelölnünk, ezek megváltozható dolgok. Jelenségben számolni akarjuk a egyeseknek a számát, meg azt, hogy egyetért a neked, erről egy kicsit mindjárt később beszélünk. Itt hozunk létre 2 darab qubitet, itt látszik, hogy létrehozunk 1-2 qubitet, berakjuk ebbe a Q1 és Q2 változókba. Ez itt egy for ciklus, ez azért fog nekünk kelleni, hogy elég sokszor futtassa le, hogy a statisztikai eredményeket mutassunk. Itt jelen esetben ez a kód, amit belül van, 1000-szer fog lefutni, látszik, 1-től 1000-ig szépen lefut 1000-szer a kódunk. A futtatás elején beállítjuk minden qubitünket 0-ra, tehát hogy a 0 változó legyen. Ugye Bálint mondta azt, hogy a qubit az egy ilyen 3-dimenziós gömbön értelmezhető vagy képzelhető el, egy qubit. Ugye 2-t már nem nagyon tudjuk elképzelni, de egy darab qubit, ez egy ilyen 3-dimenziós gömbön tudjuk elképzelni. Tehát, ha egyes állapotban, akkor az így fölfelé néz a qubitünk, tehát a qubit a ábrázoláson. Ha viszont 0, akkor az így lefelé. Föl, le, 2 végpont, mint hogy a föld gömb és a északi sark, meg a déli sark. Most az a lényeg, hogyha ez a set algoritmus, az itt fönt írtuk meg itt fölötte, itt megnézi, hogyha az, amit szeretnénk, jelen esetben 0, akkor ott hagyja, ha nem, akkor megfordítja, teljesen lefordítja, 100 fokkal forgatja. A lényeg az, hogy beállítottuk mind a 2 qubitünket 0-ra. Az első lépés, igazából itt most semmit nem fogunk csinálni, annyit fogunk csinálni, hogy megvizsgáljuk a Q0-át, a Q0 qubitünket, ami logikusan 0 lesz. Ugye most állítottuk be itt 0-ra, itt ebben a sorban. Itt 0 lesz az értéke. Majd itt megszámoljuk az egyeseknek az értéket, ami jelenség ugye 0 lesz, mert mindegyiket beállítottuk 0-ra, és a végén pedig kiíratjuk az egészet ide a konzolra. Én ezt most itt lefuttatom, és azt fogjuk látni, hogy most futnak ugyebár éppen a kódjaink, a szimulációnk, és azt látjuk, hogy itt van 1000 darab, ugye 1000 futtatás volt, nullák száma 1000 darab, egyesek száma 0. Ez eddig teljesen logikus, ebben még semmi kvantum nincsen.
rakjunk bele egy, ezt az X-gétet, ezt az X-kaput, ugye ez volt a negálás, a fordítás. Milyen eredményt várunk most? Ugye mindegyik egyes lesz, mindegyiket megfordítottuk, tehát beállítjuk őket nullára, megfordítjuk őket, és megvizsgáljuk. Ugye azt akarjuk látni, hogy nulla darab nullásunk lesz, és ezer darab egyesünk. Mindjárt lefut, és látni is fogjuk. Ott is van. Nulla darab nullás, ezer darab egyes. Nagyon jó. És akkor most jön a kvantumozás. Rakjunk bele egy ilyen hadamard kaput, ami ugye mit fog csinálni. Ugye előbb azt csináltuk, hogy a mindegyik nullá volt, és átforgattuk őket egyesbe, és megvizsgáltuk. Na, a hadamard kapu azt csinálja, hogy nem átforgatja teljesen 100 fokkal egybe, hanem így beforgatja 90 fokkal valahova. És így akkor a nulla és egy között van, tehát hogy amikor megvizsgáljuk ezt a kubitet, akkor statisztikailag 50% esélyben van, lesz egyes, meg 50% esélyben nulla. Ezt akarjuk most meglátni, tehát a lényeg az, hogy beállítjuk mindegyiket ilyen valamibe, kvantum szuperpozícióba, és utána megvizsgáljuk őket, tehát összeomlik a hullám, és vagy nulla lesz, vagy egyes. Tehát most mit akarunk látni? Azt akarjuk látni, hogy amikor lefuttatom, akkor lesz körülbelül 500 darab nulla és 500 darab egyes. Ott is vagyunk, 470 darab nullás és 530 darab egyes. Viszont mit csináltunk? Azt csináltuk, hogy itt a Q0-át beraktuk ebbe a szuperpozícióba, de itt nekünk van egy Q1-es kubitunk is, amit szintén a legelején hoztuk létre, és őt is beállítottuk zéróba, tehát ő is ugyanúgy lent van. Ugye mind a kettőn leforgattuk, mind a kettőn megszámoltuk, hogy most nullák vagy egyesek, és így jött összesen ki ez a 500-500 darab körülbelül. Tehát itt látszuk azt, hogy a egyetértések, ahol mind a két kubit egyenlő, az 470, körülbelül a fele, körülbelül random. Tehát random, igazából random generáltunk most nullákat meg egyeseket, és a felében körülbelül megegyezett a két szám. És akkor most, amit előbb Bálint mutatott, rakjuk be az egészet egy ilyen entanglementbe, ez a színad géttel tudjuk ezt megcsinálni. Amikor őket berakjuk egy entanglementbe, itt van a két kubitünk, berakjuk a két kubitet egy entanglementbe, és azt fogjuk látni, hogy ugyanúgy létrejön a körülbelül 500 darab nullánk, a körülbelül 500 darab egyesünk, ugye amikor beraktuk a hadamard gétbe, itt van 494 darab nullánk, 506 darab egyesünk, viszont mind az 1000 kubitünk egyetért. Tehát hogy az egyik kubitünk, amikor beraktuk hadamard gétbe, megnéztük, mind a kettő beraktuk hadamard gétbe, az egyiket megvizsgáltuk, hogy 0 vagy 1-es, mondjuk egyes lett, akkor amikor a másikat megvizsgáljuk, biztosan ő is egyes lesz. Ha megvizsgáljuk, és 0 lesz, akkor biztosan ő is 0 lesz. Nincs olyan, hogy az egyik egyes lesz, a másik 0, mert ez így nem lehetséges a kvantumban. Igen, ideig akartunk belemenni a kvantum szimuláció mélységeibe, mert ennél kicsit mélyebbre menni már tényleg szükség lenne a matrix számlálás dia. Igen, ugye az entanglementre, vagyis összefonódásra én ki se tértem, mert az egy másik ilyen paradox vonása ennek a kvantumvilágnak. Az egy gyakran félreértett jószág egyébként. Mindig azt hiszik az emberek, hogy ettől már lehetséges lesz majd fénynél gyorsabban kommunikálni. Mi is ebből komoly vitát folytattunk, hogy lehetséges, nem. Tehát ezt nem lehet megsérteni az univerzumnak az alaptörvényeit még. Jelenlegi megértésünk alapján. Igen, jelenlegi legjobb fizikai tudásunk szerint. Amikor két hadamard kapu volt egymás után, ez nem az volt, igen. Az entanglement az, amikor két részecske összefonódik egymással, tök mindegy, és biztosak lehetünk benne, hogy ha az egyiket valamilyen állapotában megfigyeltük, akkor a másik is abban az állapotban volt. De hogyha egyszer megfigyeltük, hogy milyen állapotban vannak a részecskék, akkor elmúlik az összefonódás. Tehát azt nem lehet megcsinálni, hogy akkor az egyiket így eltekerjük, és akkor a másik is eltekeredik, akkor is, hogyha egyébként a világ másik felén volt. Ilyen sajnos nincsen. Ez az egész kvantum, ez egy az agy nehezen áll rá, mert teljesen paradox jelenségek vannak benne, és egyébként a Google csinált egy nagyon érdekes kiegészítőt a Minecrafthoz. Ami sajnos már nem működik. Igen, de talán akkor ki lehet van onnan túrni. Az ötlet az jó. Ugye a Minecraft az arról szól, hogy ilyen játék, tudjátok, alapvetően ilyen kis kockák vannak egy világban, és abból lehet bármit építkezni. És ugye az a mondás, hogy ezzel gyakran fiatal gyerekek játszanak, akinek az agya még fogékony, és akkor ez a Coolcraft, ez belevitt ilyen kvantum jelenségeket a Minecraftba, tehát volt benne szuperpozíció, meg összefonódás, azért, hogy a gyereknek intuitívnak tűnjenek ezek a jelenségek, és amikor találkozik vele felnőtt korában, akkor ne az legyen, mint mondjuk az én már 30 éves előregedett agyam, hogy így nézi, hogy ez meg micsoda ez a paradox dolog, hanem neki ez legyen természetes, hogy persze, hogy lehet egy dolog egyszerre két állapotban, mert fiatalon megtapasztalta. Hogyha pedig már valaki sajnos kinőtt abból, hogy Minecraft-tal építse az intuícióját, akkor ajánlom neki ezt a Q is for Quantum
című könyvet. Az előadásra ez alapján készültünk föl. Fontos, hogy ebből kettő van. Van egy enciklopédia, na nem ez kell, hanem a Terry Richards féle mű. Ez egy délutáni olvasmány, tehát leültök, és mondjuk egy 3-4 órát végig lehet rajta magatokat rágni. Amazonon 5-10 dollár, tehát nem egy nagy költség. És az, ezt a példát is onnan hoztuk, meg van még egy csomó másik példa, amiben még jobban, de közérthetően be lehet kicsit látni ebbe a paradox, de nagyon szép és érdekes világba. Köszönjük szépen a figyelmet!